Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél óra, és folytatjuk a My Little Pony Game of Thrones. Na, ugyebár legutóbb. Ott hagytuk abba, hogy a Contest Color frissítés azon küldetését csináltuk, hogy ki kell rakni egy almás dekorációt, be kell rakni Applejacket, hogy olyan token termeljen nekünk, amihez azt kell csinálnia, hogy leverjen almákat, és abból kellett gyűjteni kettőt, és persze az is, hogy az almas standból kellett 20 almát gyűjteni. Ugyanennél a küldetésnél még nem tartok ott, azt leszeretném szögezni, viszont már összegyűjtöttem annyi gemet magamnak, hogy ki tudom rakni a szidőmér standot. Ugyanis a következő feladat, ami majd érkezik, ahhoz, tehát a következő feladat, amihez, ami fog érkezni, ahhoz már kelleni fog a stand. Úgyhogy itt fogjuk folytatni, hogy kirakom. Na de miért meg belevágnánk a dolgokba, szeretnénk megmutatni nektek egy-két dolgot, ami velem történt, ugyebár ez alatt az idő alatt. Ugyebár ezt a logót, igen, nem is logót, hanem ezt a képet ugyebár már láttuk, hiszen ez az a kép, amikor ugyebár csinálni kell, hát játszani kell hétvégenként, minden szombaton, és akkor nagy jutalmak, lehet, nagy jutalmakra tehetünk szert. Hát jó, de ezt már pardon, láttuk, és ugyebár ez a kép is volt, hogy a gemes Luffy duronos játékban 2 Luffy pluszba ingyen volt, hát ezt ugyan kihagytam, mert kellett nekem a gem, és volt egy ilyen kedvezmény, hogy ha 2 Spook of Gems készletet veszünk együtt, akkor a harmadikat ingyen kapjuk meg, tehát 2-t fizet, 3-at kap akció. És akkor, guess what amazing prize will be waiting for you next Wednesday. Az a baj, hogy ez nem tudom, hogy... Hát igen, szeptemberben csak. Tehát, hogy itt mutatná az, hogy milyen jutalmak várnak minket minden szombaton. Nem tudom, itt végül is nekem nem adott be semmit, ez a baj. Pardon. De lehet, hogy ez Androidra nem is vonatkozik, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy ez milyen hiba akar lenni, de a... Mikor belenézek a Balloon Pop Game-be, akkor belenéztem egyszer a Balloon Pop Game-be, akkor ezt látom egyszer, hogy 2 oktávja volt a fődi. Tehát, hogy 2 oktávját lehetett kidurrat a játékban. És ugyebár volt egy ilyen kedvezmény, hogy lehetett venni egy olikornis szobrot, 200-ért meg persze Claude-ot, meg lehetett venni 2016 forintért, ami 70%-os kedvezmény volt. Érdekes, hogy 2016 forint, tehát... Na mindegy. Na most vagyunk egy olyan küldetésen, hogy ez csak a mai napra vonatkozik, hogy játszani kell az Equestria Girls minigame-ben, és 60 ezer pontot kell összegyűjteni, akkor kapunk 5 gombot, 10 szívet, és persze azt hiszem, hogy Royal Reef a neve, igen. Tehát ez a két kép fogad minket, azért, és még azt is meg akarom mutatni, hogy elnézést, csak az allergia. Nem csak Oktáviával, de még Celestia hercegnővel is elsütötték ezt a hibát, szóval... ennyi? Igen. Hogy ez mi akar lenni, fogalmam sincs. Na, milyen megmutatom, hogy hol tartok abban a küldetésben, megszerezem a Royal Leaf-et. Inkább ez most később. És azt is megmutatom, hogy hol tartok, míg 5-re van szükségem. Na! Jelen pillanatban... Pardon, elnézést, 47 ezer pontnál tartok. Az jó. Na de! Nekünk ugye bár az a feladatunk, hogy akkor először elmenjünk Sweetapple Acres-be. Ugyanis, most fogjuk akkor kirakni a standot. Ez lehet, hogy ma tényleg egy rövid videó lesz, mert ezt meg akarom mindenképp csinálni. Hú, itt tényleg most már aratni kéne emberek, ugye? Ti is úgy gondoljátok. Még nem váltam át a termelőt. Ezt a fajta termelőt még nem váltam át, hogyha nem bánjátok meg. De viszont... Ja igen! Vannak ilyen kedvezményes pónik. Azt még gyorsan megmutatom. Hát minden itt 45%-ba lehet megvenni. Tehát Big Danny McLeod, meg Mehoffield. Double Diamond az mondja, hogy mindig 30% kedvezmény, de Charity Kind Heart az 40% kedvezmény. Hát nem mondom most az árakat, ott van, meg lehet nézni, meg lehet állítani, no, Claude meg 40%, de nem baj, itt van még Spoiler Rich is, Misty Fly, Green Hooves, Gaston Legrand és Wildfire. Szóval, hogy őket lehet
Bannon. Megvenni kedvezményesen. Hát mondjuk ezeket nem fogom így megvenni, amúgy is ezek mind drágák valamelyik. És most amúgy is ezt akarom megvenni. Na. Hú, 24 óra! Háj, ez így nem jó, emberek. Pedig meg, most ennyi az idő, hát gratulálok magamnak, nem baj. Megvárjuk azt. Mint hogy nem így fogjuk megvárni, hát ez tényleg hosszú lenne, de megvárom azt az időt. Na, a következő feladat, amivel fogunk foglalkozni, mit is akarok csinálni különben? Ó, Reality elkészült. Ja, de az el kell menni Ponyville-be. Pont elkészült, Reality. Tényleg most... Vinnem kéne egy szvitepölé közben pónikat. Igen, csak nem tudom, hogy melyik pónikat vigyem. Jumbagot nem kell vinni, azt tudom. Átkozott alergia. Jó. Cserélje, az dolgozik, szvitibel dolgozik. Oda meg egy ötcsillagos pónikát, de nem kell nekünk az most. Jó. Hát akkor szerintem azt fogjuk csinálni, emberek. Elnézést. Csak ez az allergia. Bár nem tudom, hogy hogyan teszed nálam az, hogy folyik az orrom, amikor szedem a gyógyszert rá. Na mindegy, nem ezzel foglalkozunk. Pici pálya, kezdjük a játékot, és egy ezres játékkal megyünk. Amúgy is már a... Mindegy, majd később elmondom. Pardon. Na. Témának pedig ott folytatnám, hogy ugyebár a legutóbbi videóban beszámoltam arról, hogy engem mennyire fölhúzott engem Szilmai Gergő My Little Pony büntetés című videója, mert azóta meg utána jártam. Nekem pedig... De... Azt követően, amikor föltöltöttem ezt a videót, a barátnőm, akit még mindig nevezünk Nikinek, már tudom, hogy rég beszéltem róla, de azt mondta, hogy ne foglalkozz a kezem, mert ez Szilmai Gergő csak viccnek szánja. Ha meg nem is, akkor se kell foglalkozni vele, mert ez a videó csak megint azoknak a malmára hajtja a vizet, akik utálják a sorozatot nézni. Vagy legalábbis nem tetszik nekik az, hogy ennyi férfi ember rajong a pónik iránt. Jó. Igen, elnézést is kérek, hogy azért kiakadtam, de akkor is fölháborított engem az, hogy engem abban a kategóriában sorol bele Szilmai Gergő, ahol olyan ember vagyok, aki... pornográf tartalmú képek, illetve videók miatt nézem a sorozatot. Na, csak ennyit akarok mondani. Hát a kicsi ponival nem sokra mentünk, de most végül is folytatjuk a játékot Sunny Days-zel. És vele is egy ezres játékot fogunk játszani. Igazából nem nagyon tudom, hogy mekkora pontszám az. Na, mekkora pontszámot szeresnem Peachy pálya, ugye megpróbálok minden megtenni azért, hogy Sunny Days-el ne haladjak vele túl. Azért itt ilyen hátébb pattintom le a labdát, de most ezt szerintem nyugodtan mehet. Tovább is. De most mitől vagyok a lelkiás, én nem tudom. Na mindegy. A témát majd mindjárt ott fogom folytatni. Csak ez, még ezt megnézzük, hogy jól csináltam el a dolgokat. Mert múltkor is úgy csináltam, hogy kicsikét hátra hagytam a játékot. Ó, ez nagyon jó. Pardon. Így kell csinálni. Na, még azért megyünk Jumbággal is. Vagy nem Jumbággal. Golden Harvest, tudom, csak valami eszembe jutott, addig megyünk vele is egy ezres játékot. Mondjuk az nem ide tartozik, de nem baj. Na, ott folytatom a témát, hogy képzeljétek el, megnéztem azt a állítólagos 6. évadnak a magyar szinkronját a Minimaxon, és képzeljétek el, tényleg leadták. És ez azért furcsa, mert a Sound Parkot is állítólag a Comedy Centralon azt mondták, hogy egy héttel a premier előtt fogják levetíteni magyar szinkronnal, meg édesanyám is azt mondta, hogy ő is egy olyan sorozatot néz mostanában, aminek még a forgatása javában tart, de már a magyarok azt is leszinkronizálták. Tehát, hogy most mi történt a magyar szinkron készítők, hogy ilyen hamar leadnak mindent, én nem tudom, és mitől aggódtam benne, mindegy.
Kérem, ne szóljanak bele, köszönöm! Már megint kezdődik, pedig már hányszor elmondtam, hogy amíg videózok, addig ne szóljanak bele, mondjuk most megint elfelejtettem szólni, igaz, de mindegy, nem ez a lényeges. Jó. Más poni meg nincs, csak itt mindenkinek ez. Hát igazából Magnum lenne az a poni, úgyhogy megyünk is vissza Ponyville-be. És szóval megnéztem, és tényleg leadták magyar szinkronnal. Úgyhogy... amit mondtam... abban a videóban... hogy én csak akkor fogom leadni, addig visszakjuk lehet itt dolgozni. Én csak akkor fogok beszámolni a 6. évadnak a magyar szinkronjáról, amikor a másik felét is leadják magyarul. Az lehet, hogy karácsony lesz. Hogyha ilyen tempóban haladunk, na mindegy. Majd meglátjuk. De lehet, hogy azt már csak tényleg jövőre adják le, na mindegy. Mit is néztünk, hogy mennyi küldet, mennyi az... még 4-et kell aratni. Jó. Magnum. Itt van. Na, akkor menjünk addig Magnummal egyet játszani. Hát sajnos mivel a... pardon. Bónuszt azt elköltöttem az Equestria Girls játékra. Ezért csak egy ellest megyek vele játszani. Na, és így témának lezárva pedig... azt szeretném még elmondani, hogy megnéztem még a 6. évadnak a eredeti szinkronban azt a részt, amit én állítólag mondtam. Tehát tényleg igaz volt az, hogy a lányok most éppenséggel ilyen versenyen indulnak. Ilyen, nem tudom milyen labda játék volt, pedig mondták is. Így Apple Lucy-aiak ellen, és... hát végül is csak annyi volt a történet, hogy mivel Pinkie Pie és Fluttershy nagyon jól játszottak, ezért AJ és Rainbow pedig ki akarták belőle hozni a legjobbat, de hát sajnos hoppá, nem baj, úgy, nem baj, ez az egy pontos, az a kevés pontos úgyse fog számítani. Szóval az a lényeg, hogy AJ és Rainbow ki akarták hozni a maximumot a lányokból, de hát a lányok ezt játéknak vették, és hát mivel sajnálatos módon edzeniük kellett, ezért kiveszett belőlük az a játék élvezet. És hát végül is, hát pontosabban az a baj, tudjátok, hogy nem sokat értettem az egész monadó, de azt így le tudtam szűrni, hogy valami ilyesmiről van szó. A lényeg az az, hogy miután egy kicsikét játszottak úgy magukban, mielőtt elmentek volna a versenyre, már is jobban érezték tőle magukat. Tehát, hogy Pinkie és Fluttershy az már jobban éreztek később magát. A játék után. Na! Egy picikét még szerintem húzzuk ki a dolgokat. És ehhez pedig Fancy Pants kell nekem. Úgyhogy vele is egy ezzel fogunk menni, mert őt is majd be kell fejelni a későbbiekben. Valami ilyesmiről volt szó, azt hiszem, hogy most már tényleg elkezdem nézni azt az almát, sajnos elhagytam, hogy azt is. El kéne kezdenem végre nézni a feliratos részeket, igaz? Szerintem igen, el kell kezdem nézni. Majd elkezdem. Na de! A következő dolog, amit el akarok mondani, az az, hogy elhagyott a témám. Mindegy, visszatérve még Szirmai Gergőre. Tehát nem, tényleg elnézést kérek azért, hogy kiakadtam, elnézést kérek azért, hogy ennyien felhúztam magamat a dolgokon, de tényleg ezt muszáj volt kimondanom, mert az, hogyha valaki tényleg nekem az arcomhoz vágja, hogy én pont azért szeretem nézni a sorozatot, mert pornográf tartalmat nézek róla az interneten, hát nem azért, de Isten óvjon tőle, hogy megtaláljam, netán bántani. Pedig én egy békeszerető ember vagyok, de ez akkor is kiakaszt néha. Az a helyzet, hogy Fancyben ez a pontszám nem valami sok volt, de látszik, hogy most már rá is kell költenem a bónuszt. Na mindegy! Na, hát akkor szerintem ennyi lett volna már a játék, és akkor legközelebb ott fogjuk folytatni a játékot, hogy berakjuk majd az első pónit, hogy levigye az első termelést. Meg persze szerintem majd ott, hogy kirakjuk ezt az újonnan érkező pónit, aki nem más, mint Royal Riff. Pardon. Nem sokára elkészül a dal, és akkor, hát igen, 13 000 pont kell nekem úgy durván. Na. Valamilyen póninál akarom lezárni a képet. Mindegy. Nem. Jó lesz ott Greta. Ott van Greta Fancy Pants előtt.
Na, jó, hát akkor ez a játék akkor már, pedig nem is daragok, csak még mindig. Tényleg bocsánat, de annyira kiakaszt a címegeg, hogy még a mai napig se tértem magamhoz. Na mindegy, szóval akkor ennyi lett volna már a My Little Pony Game Loft, és akkor legközelebb ott fogjuk folytatni, hogy remélhetőleg már pedig tényleg meg lesz nekem az új póni, akit ki fogunk rakni, és berakuk egy pónit a termelőbe. Azt nem tudom, hogy végül is ez a küldetés el fogok készülni, de ha jól számolom, és jól jövök ki a lépésbe, akkor elkészülhetek vele. Majd meglátjuk. Addig is köszönöm, hogy neked nézők nézzük a filmet, és viszlát a következő videóban, valamint külön minden Brónak és Pegasusnak pedig bruhuf és viszlát.